Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez történt ma. Mai témáink röviden. A CIA igazgatója kijelentette, hogy Ukrajna számára kritikus lesz 2023. Az oroszok megpróbálják felőrölni az ellenállást, és Putyin ki akarja a végletekig fárasztani a nyugati szövetségeseket is. A háború vége azonban William Burns szerint is a tárgyalóasztalnál fog eldőlni miközben Zelenszky elnök szerint csak a teljes győzelem jöhet szóba Oroszország ellen, beleértve a Krim felszabadítását és Putyin eltávolítását a hatalomból. Tavasszal újra jön a pápa Magyarországra, a Vatikánban bejelentették a részleteket. A pápa látogatáshoz kapcsolódóan a Hetek Univerzum mai adásában részletesen foglalkozunk azokkal a katolikus jövendőlésekkel, amelyek befolyásolhatják Ferenc pápa Magyarországi látogatását. Új brit törvény. 18 évre emelik a házasodási korhatárt, hogy megakadályozzák a gyerekek kényszerítését, a kiszolgáltatott gyerekeket akarják megvédeni az új szabályozással. A magyar miniszterelnök is felvetette ezt a témát a parlamentben. Ha az egész világ meg is bolondul, Magyarország akkor is maradjon normális, mondta Orbán Viktor a pedofíliáról. Drámai részletek jelentek meg az olaszországi hajókatasztrófáról. A menekülőket szállító illegális csempészhajó a parti szikláknak csapódott. Az 59 áldozat között 12 kisgyermek is van. Önök a február 27-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában a szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 25 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra. És hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A CIA igazgatója kijelentette, hogy Ukrajna számára kritikus lesz 2023. Az oroszok megpróbálják felőrölni az ellenállást, és Putyin ki akarja a végletekig fárasztani a nyugati szövetségeseket is. A háború vége azonban William Burns szerint is a tárgyalóasztalnál fog eldőlni, miközben Zelenszky elnök szerint csak a teljes győzelem jöhet szóba Oroszország ellen, beleértve a Krím felszabadítását és Putyin eltávolítását a hatalomból. A 2023-as év kritikus lesz abból a szempontból, hogy az Egyesült Államok minden eszközbeli és hírszerzési támogatást megadjon Ukrajna számára, jelentette ki a CIA igazgatója egy vasárnap megjelent interjúban. William Burns az ABC televíziónak adott interjúban azt fejtegette, hogy az orosz fél jelenleg nem gondol komolyan a tárgyalásra, és mint fogalmazott, ebbe az irányba csak a hat szint éren keresztül vezet út. Hozzátette, az amerikai kormánynak azért kell megadni a minden segítséget Ukrajna számára, hogy erősebbek legyenek a harctéren, és végső soron majd a tárgyalóasztalnál is. Az amerikai hírszerzés vezetője szerint minden jel arra mutat, hogy az orosz elnök ma még túlságosan magabiztosabban, hogy képes lehet Ukrajnát kifárasztással felőrölni, illetve játszik az európaiak politikai kifáradására, valamint arra, hogy idővel az Egyesült Államok figyelme és más ügyek felé fordul. William Burns hangsúlyozta, az amerikai kormány bizonyosabban, hogy a kínai vezetés fontolgatja halált okozó felszerelések szállítását Oroszországnak. Ugyanakkor az amerikai hírszerzés szerint erről végső döntés még nem született, és ilyen szállítás eddig nem is történt. Börz hozzáfűzte, az amerikai kormányzat nagyon odafigyel erre, és fontosnak nevezte, hogy az Egyesült Államok tegye nagyon világossá, milyen következményei lennének az ilyen szállításoknak. A CIA igazgatója megjegyezte azt is, hogy a nyugat Oroszországgal szembeni szankciók formájában megnyilvánuló határozott lépései, valamint a háború alakulása az elmúlt egy évben elbizonytalanítóan és kiózanítóan hatott Kínára. Burns az iráni atomprogrammal kapcsolatban elmondta, nem látják jelét annak, hogy Irán legfelső vezetője döntést hozott volna a nukleáris fegyverkezési program folytatásáról. Viszont ennek másik elemét az urándúsítás tekintve az elmúlt években nagyon sokat léptek előre. Közel vannak ahhoz, hogy csupán néhány hétre legyen szükségük a 90%-os dúsítottságú urán előállítására, közölte Burns arra utalva, hogy az atomfegyverek előállításához 90% körüli szintre van szükség. Tavasszal újra jön a pápa Magyarországra, a Vatikánban ma bejelentették a részleteket is. A pápa látogatáshoz kapcsolódóan a Hetek Univerzum mai adásában részletesen foglalkozunk azokkal a katolikus jövendőlésekkel, amelyek befolyásolhatják Ferenc pápa magyarországi látogatását. Ferenc pápa április 28 és április 30 a között Magyarországra látogat, jelentette be a Vatikán. A programban kiemelt helyet kap a fiatalokkal, valamint a szegényekkel és menekültekkel való találkozás. Ferenc pápa magánlátogatást tesz a 2003-ban a Vatikánban boldogá avatott és Stratman László otthonában. Nem marad el a helyi jezsuitákkal való magántalálkozás sem, amely szokásos részét képezi Ferenc pápa külföldi útjainak. Ferenc pápa legutóbb 2021. szeptember 12-én járt Budapesten, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus zárómiséjét mutatta be a hősök terén. Új brit törvény. 18 évre emelik a házasodási korhatárt, hogy megakadályozzák a gyerekek kényszerítését, a kiszolgáltatott gyerekeket akarják megvédeni ezzel az új szabályozással. A 16 és 17 éves fiatalok ezentúl nem házasodhatnak össze, és nem léphetnek hivatalosan élettársi kapcsolatba sem az új brit szabályozás alapján, amelynek célja a gyerekek kényszerházasságtól való megóvása. A korábbi törvény szerint a 18 év alatti fiatalok szülői beleegyezéssel összeházasodhattak, még akkor is, ha ezek kényszerítés hatására jöttek létre. Az új szabályozással az ilyen kapcsolatok létrejöttét akarják megakadályozni, és megvédeni a nehéz helyzetben lévő gyerekeket. A törvény azokra az úgymond tradicionális szertartásokra is vonatkozni fog, amelyeket például két család rendezett azért, hogy a kiskorú gyerekeket összeházasítsa. Tavaly a becsület miatti bántalmazás segélyvonalán 64 gyerekházassággal kapcsolatos bejelentés érkezett, amely egy sokkal nagyobb problémának csak egy kis részét mutatja, mondta egy civil szervezet igazgatója. Egy kormányzati szervezet csak 2021-ben 118 olyan esetben nyújtott segítséget, amelyekben 18 év alatti gyerekeket akartak kiházasítani kényszerrel. A lányokkal kapcsolatban sokkal nagyobb arányban fordul elő a kényszerítés, mint a fiúkkal. A magyar miniszterelnök is felvetette a témát a parlamentben. Ha az egész világ meg is bolondul, Magyarország akkor is maradjon normális, mondta Orbán Viktor a pedofiliáról. Ma kezdődött a Magyarország Magyarországgyűlés tavaszi ülésszaka, amelynek során Orbán Viktor napi rendelőtti felszólalásban vette át a legfontosabb témákat, köztük a közelmúltbeli pedofilbotrány és genderpropaganda ügyét. Nekünk felnőtteknek az a dolgunk, hogy megvédjük a gyerekeket, mondta a miniszterelnök. A 15 éves fiúdiákjával párkapcsolatban élő tanár kapcsán pedig elmondta, hogy ez rávilágít, miszerint a gender propagandát nem szabad félváról venni. A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy a gender propagandára a magyarok világosan nemet mondtak, és hogyha az egész világ meg is bolondul, ha Brüsszel mentegeti is a menthetetlen, Magyarország akkor is maradjon normális. Beszédében azt kérte a képviselőktől, hogy működjenek együtt a gyermekvédelem ügye érdekében, függetlenül attól, hogy ki melyik párthoz tartozik. De nem csak a politikusoktól várja az együttműködést, utasította a hatóságokat, hogy járjanak utána az ilyen eseteknek, és ugyanezt elvárja az iskolák igazgatóitól és a tankerületek vezetőitől is. Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy hazánkban erőteljesen növekszik a gyermekpornográfia. Az elmúlt négy-öt év során 260-ra duzzadt az ilyen esetek száma. Drámai részletek jelentek meg az olaszországi hajókatasztrófáról. A menekülőket szállító illegális csempészhajó a partiszikláknak csapódott, az 59 áldozat között 12 kisgyermek is van. 59-re emelkedett a tengerből kiemelt holtestek száma a dél-olaszországi Kalabria partjainál, ahol egy több mint száz fős csoportot szállító hajót ért baleset. A viharos időben bajba jutott hajónak a kikötőkapitányság és a pénzügyőrség sietett a segítségére. A legutolsó közlések szerint 59-en veszítették életüket, és több mint 40 holtestet a hullámok partra vetettek. További eltünteket még keresnek. Az áldozatok között 20 nő és 12 kisgyerek van, utóbbiak között egy néhány hónapos csecsemő is. A helyszínen készült felvételek egy kislány holtestét mutatták, 9 éves volt, és egyelőre számmal jelölték meg, mert a neve ismeretlen. A Vöröskereszt önkénteseinek beszámolói szerint a túlélő szülők elkeseredetten keresik gyermekeiket. 81-en túlélték a balesetet, köztük 21 embert kellett kórházba szállítani, a többieket a legközelebbi menekültügyi központban helyezték el, ahol testeket pedig egy sportcsarnokba vitték. A Törökországból indult hajó az olaszországi partok előtt néhány méterre a parti sziklákhoz csapódott. Más hatósági beszámolók szerint viszont a hajót a viharos hullámok törték darabokra. A túlélők szerint a hajón robbanás is történt. A túlélők beszámolói szerint mintegy 180-an utaztak a hajón, akik Irakból, Pakisztánból és Afganisztánból érkeztek. Más számítások szerint viszont akár 250 is lehetett a csoport létszáma. A kalábriai rendőrség szerint a csoportot négy ember csempész kísérte, akik életben maradtak. Egyiküket már őrizetbe vették, további hármat pedig köröznek, miután elmenekültek a helyszínről. Georgia Meloni olasz miniszterelnök közleményben fejezte ki mély fájdalmát a halálos áldozatok miatt, akiknek életét a kormányfő szerint az emberkereskedők törték ketté. Meloni bűncselekménynek nevezte, hogy egy alig 20 méter hosszú hajóval mintegy 200 ember szállítottak rossz időben. Embertelen férfiak, nők, gyerekek életét az utazásért általuk fizetett jegyre váltani, a biztonságos út hamis ábrándjával, mondta a politikus az olasz kormány elkötelezte magát az indulások megállítására és hasonló tragédiák megakadályozására, tette hozzá a miniszterelnök. Georgia Meloni a legmagasabb szintű együttműködésre szólította fel a kiindulási és származási országokat, és megjegyezte, hogy szerintem magától értetődik, hogy halottakkal spekulál az, aki szabályok nélküli migráció illúzióját élteti. Matteo Piente Dózi belügyminiszter a tragédia helyszínére ment, és kijelentette, hogy a hatalmas tragédia bizonyítja, hogy mennyire elengedhetetlen a határozott fellépés az illegális bevándorlás hálózatával szemben, amelyet gátlástalan emberkereskedők használnak ki a saját gazdagodásukra, rögtönzött, nem megfelelő hajókkal és rossz időjárási feltételek között zajló átkerésekkel. A tárcavezető úgy vélte, hogy minden lehetséges kezdeményezéssel folytatni kell az indulások leállítását, és nem szabad bátorítani az átkeréseket egy jobb élet ábrándjával, ami kizárólag az emberkereskedelmet táplálja, és a mostanihoz hasonló tragédiákhoz vezet. Matteo Salvini kormányfőhelyettes, volt belügyminiszter, a közösségi oldalán azt írta, az emberkereskedelem megállítása erkölcsi kötelesség, főleg mivel így ártatlan életeket lehet megmenteni. Az Open Arms Itália civil szervezet elnöke Veronika Alfonzi szerint a tragikus baleset az olasz kormány és Európa politikai döntéseinek a következménye, mert ha elég hajó segítene a tengeren, akkor senki nem veszne a vízbe. A pénzügyőrség közlése szerint a hajó négy napja a törökországi Izmirből kelt útra. Szombat este a Frontex Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség repülőgépe az olasz partoktól 40 mérföldre azonosította a hajót. A riasztásra az olasz haditengerészet megpróbálta megközelíteni a hajót, de az időjárás ezt nem tette lehetővé, így a hatóságok a parton várták a hajó érkezését. Sergio Mattarella olasz államfő szerint senki nem maradhat közömbös. Az Európai Uniónak konkrét felelősséget kell vállalnia, és kivenni a migrációt az emberkereskedők kezéből. Ferenc pápa a halottakért, kiváltkép a gyerekekért és a túlélőkért is imádkozott, és köszönetet mondott azoknak, akik segítséget nyújtanak, és életben maradtak be, és az életben maradtak befogadásán dolgoznak. Nos, ennyi fér bele mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Holnap is várom önöket, aktuális hírekkel, ajánlókkal. És hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogy ezt már több mint 25 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik az aktuális lapszám mellett. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!